Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt nálunk, és az lenne a kérdésem, kérésem, rektor úr, hogy miben látod a METU különlegességét, és miért érdemes minket választani? A Metropolitan Egyetem egy fiatal intézmény, 20 éves múltra tekint vissza, ezen belül pedig a művészeti, kreatívipari képzései idén 10 évesek, jubileum év az idei. Az alapítása óta az egyetem törekszik arra, hogy olyan képzéseket honosítson meg Magyarországon, ilyenek voltak a kommunikációs képzések például, amelyek reagálnak a munkaerőpiaci igényekre, és azokra a hallgatói érdeklődésekre is, amik bizonyos területek iránt a multimédia, az online kultúra, a digitalizáció időszakában egyre érdekesebbé válnak. Mennyire gondolod élesnek azokat a lehetőségeket és valószerűnek, amit az egyetem megteremt? Úgy gondolom, hogy azok, akik alkalmazott művészeti területen kívánnak elhelyezkedni, nekik valamilyen indítatásuk van ebbe az irányba, illetve tehetséget éreznek bizonyos kreatív szakmák iránt a művészetek területén. Én csak biztatni szeretném azokat, akik ilyen előképpel jelentkeznek a felsőoktatásba, azon belül a METU képzéseire. Érdemes azokat vagy azt választani, amihez a szívünk húz. A Metropolitan Egyetem pedig azzal a szinte teljes alkalmazott művészeti portfólióval, amivel mára rendelkezik, alap- és mesterszakon, tulajdonképpen mindenféle érdeklődést kielégíthet. Mit gondolsz arról, hogy milyen különleges oktatási forma van az egyetemen, ami megkülönböztet minket másoktól? A 2022-ben belépő friss gólyák már abba a képzési koncepcióba illeszkednek majd bele, és ezt fogják tapasztalni a tanulmányaik teljes időszakában, amit MyBrand-nek hívunk, és most már harmadik éve ez az alapja a képzésünknek. Ez egy átfogó, az oktatás tartalmi és módszertani elemeit is fejlesztő kezdeményezés. A lényege pedig az, hogy a hallgatók az úgynevezett portfólió alapú képzés keretében a saját brandjüket, a saját márkájukat építik. Ez a művészeti képzések keretében már korábban is így volt, a hallgatók az alkotásaikat, a projektmunkáikat, a kiállított alkotásaikat egy szakmai portfólióba rendezték. Ez most annyiban más és komplexebb, hogy nem csak a művészeti képzésekre, hanem különben a kommunikációs, üzleti és turisztikai képzésekben hallgatókra is kiterjesztettük mindezt. Ez annyiban érdekes a művészeti képzésekre jelentkező hallgatóknak, hogy ennek a MyBrand koncepciónak a legfelső foka az, amikor a hallgatók egy-egy tantárgy, egy-egy komplex ismeretet átadó képzési modul keretében nem csak a saját szaktársaikkal fognak együttműködni, hanem például a saját kreatív ötletük piacosítása, egy szolgáltatás, egy termék, egy alkotás létrehozása keretében kommunikációs szakos és üzleti szakos hallgatókkal is együttműködnek, hogy egy vállalkozás, egy spin-off, egy startup jöjjön létre belőle. Milyen programokkal találkozhatnak a nálunk tanuló diákok a MyBrand-en kívül? A METU nagyon támogatja, hogy a hallgatók a tanórán, a tantervben előírtakon kívül is aktívak legyenek az egyetem szervezésében. Ez különböző workshopokat, pályázatokat szervezünk, írunk ki, illetve biztosítjuk a részvételt hallgatóknak hazai és nemzetközi fórumokon, kiállításokon, pályázatokon való részvételre, amivel élnek is a hallgatóink, és nagyon szép eredményeket élnek el, amiről a honlapunkon bőven be is számolunk. Ezen kívül olyan startup programunk van, ahol a hallgató kreatív ötleteivel jelentkezhetnek, és egy szakmai grémium választása alapján az arra érdemesek anyagi támogatást is kapnak ahhoz, hogy az ötletüket megvalósítsák, piacra vigyék, startupot, spin-offot készítsenek belőle. Ezen kívül olyan programjaink vannak, ami a társadalmi szerepvállalást, a szociális érzékenységet, vagy éppen a zöld gondolatot hivatottak a hallgatókban erősíteni.